Ismert szerzők, izgalmas kulisszatitkok. Ez itt a Nappaliban, az Álomgyár magazin heti beszélgetős műsora. Mai vendégem Sós Tibor. Szia, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Illetve hát írói neveden... Diászolti. Igen. És mi most mégsem az írói álneved kapcsán megjelent könyvedről beszélünk, hanem most Sós Tiborként. Ez az Árnyékból a fényre című album, ami 22 nőnek a történetét mutatja be, akiknek nagy hatása volt a történelemre. Egyébként ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy most ezt miért így publikáltad, hogy Sós Tibor. Tudom, hogy ugye a sci-fi, kaland, ilyesmi műfajban is, mint íróként számon tartanak, illetve egyébként szerkesztőként is dolgozol, és akkor ez most gyakorlatilag egy teljesen ettől is különböző dolog, mert ez egy ilyen doku gyakorlatilag. Igen, annyira nem áll tőlem távol ez a dokumentarista dolog, mert már csináltam ilyet korábban, bár beledolgoztam ilyen dolgokba. Szóval azt szoktam mondani, hogy azok a témáim, amik nem teljes egészében a szépirodalomhoz kapcsolódnak, vagy magyar témájú szépirodalom, ezeket én a saját nevemen jelentetem meg, ami pedig külföldi témájú, vagy science fiction, vagy fantasy, vagy kalandregény, vagy akármi más, az pedig ezen az idegen állnéve, mert ennek igazából nincs köze a magyarokhoz, ezek ilyen nemzetközi témák, és itt szépen így mindenki tudja, leveszi a polcokra, a Sós Tibitől e név alatt ezt fogja kapni, a másik név alatt meg a másikat fogja kapni, nem egyedi, mert a Lőrinc Laci bácsi is ezt csinálja, és én azért őt tekintem mesteremnek valahol. Beszéljünk egy kicsit az albumról, mert azt gondolom, hogy nagyon aktuális. Már csak azért is, mert 22 nő között helyet kapott Greta Thunberg is, tehát igen, ő azért igen. Egy eléggé friss generációs hölgyemény. Hogy jött az ötlet? Egyébként mennyit dolgoztál rajta? Hogy válogattad ki ezt a 22-t? Mert nyilván azért akár lehetett volna 40 is, vagy 100 is. Bármennyi lehetett volna, igen. Igen, igen. Hogy zajlott ez? Tehát ez nem így azonnal kipattant az agyamból. Ennek van egy előzménye, hogy volt az Államgyár kiadó égisze alatt egy magazin, ez a Nőkorszak magazin, amit az Erkelényi Angelikáék csináltak, és én ebbe a magazinba is írtam. És amikor ez a magazin még működött, akkor jött az ötlet, hogy mivel én nekem az alapvető foglalkozása magyar történelemszakos tanár, és a Törit nagyon szeretem, hogy írjak ilyen történelmi érdekességeket nőkről. És ennek az albumnak ez volt az alapja. Tehát egy-két olyan figura, aki ebben az albumban is benne van, már a Nőkorszak magazinba megjelent, és így tulajdonképpen tudtam mihez kötni. Tehát igazából mondhatjuk, ez a Nőkorszak magazinból indult el, és akkor a kiadó felvetette, hogy mi lenne, ha lenne egy képeskönyv, amin én szívesen dolgoznék, akkor már jött az ötlet, hogy akkor legyen ez, amit én elkezdtem a Nőkorszakba, ezt bővítsük ki, tegyük egy kicsit érdekesebbé, bővebbé, színesebbé, és akkor így született meg az album. Tud-e, vagy akar-e ez az album egyébként olyasmit is elmondani, amit talán eddig nem, vagy önmagában maga a gyűjtés egy sokat mondó dolog, hogy őket összeszedted, és ezáltal, aki ezt leveszi már, akkor az volt a cél, hogy így tartsák ők is számon. Tehát a kiválasztás volt a lényeg, aha, vagy maga, amit el tudsz róluk mondani? Mondjuk azt, hogy is. Tehát amikor jött ez az ötlet, hogy ki legyen benne az albumba, akkor én írtam egy ilyen listát. Na most ebben én két segítséget is kaptam ebbe a lista megalkotásában. Az egyik egy volt kolléganőm, aki szintén történelemszakos és hasonló érdeklődési köre van, mint nekem, és a Budai Lotti. Így közösen raktuk össze ezeket a neveket, és voltak olyanok, akiket én ismertem, tehát tudtam, hogy ő kicsoda. Volt, akiről egyáltalán nem tudtam az ég egy adta világon semmit, de tehát azt nem létezik. Hát a Sheryl Sandberg. Tehát őnek fogalmam se volt, hogy egyáltalán létezik. Aztán kiderült, hogy egy nagyon fontos személyiség, így főleg a Facebook kapcsán, de én nekem fogalmam se volt erről. És utána jött ez a dolog, hogy akkor nézzünk utána, hogy ki kicsoda. Tehát azok, akit jobban ismertem, mint például a magyar történelmi figurákat, vagy egyáltalán azokat a komolyabb történelmi figurákat, mint a Kleopátra, ott tudtam, hogy mihez nyúljak. Az összes többinél az egy nagyon komoly keresőmunka volt. Tehát a cél az volt, hogy ezeket a figurákat, a személyeket minél árnyaltabban mutassam be, tehát minden oldalról. Itt, tehát azért, hogy aki ezt elolvassa, kapjon egy általános képet róla, semmiféle ítélkezés nincsen, tehát vannak ebben pozitív és negatív figurák is, tehát műveltek azért egyesek olyanokat, ami azt mondom, hogy hát nem éppen túl szalonképes,
Nem, az, hogy mutassuk be, ő egy ilyen ember volt, ez az egyik oldala, ez a másik oldala, tehát például a Greta Thunbergnél van egy plusz-minusz is, tehát, hogy ez a pozitív része, és akkor ott, aki mások szerint meg ez, nem negatív. De én nem foglalok állást, tehát az a lényeg, hogy minél sokrétűbben mutassuk be ezeket a nagyon-nagyon érdekes figurákat. Nagyon sokat mondó a cím, mert ugye azt mondja, hogy árnyékból a fényre, tehát, hogy azt feltételezi, és azt is mondja valahol ki, hogy ugye ezek a nők nem kapták meg, vagy nem kapják meg a kellő figyelmet. Te is így gondolod? Tehát a motiváció között az volt, hogy nem beszélünk eleget a női fontos személyekről, és hogy kicsit akkor akár a régebbieket, akár az újakat így behozzuk a reflektorfénybe? Mindenképpen, mert én aki történelemmel foglalkozok, azt látom, hogy a történelem általában a férfiakról szól, és férfiak írják. És ha végignézzük azért az emberiség történelmét, mindig vannak férfiak és nők, vagy nők és férfiak is vannak, és tulajdonképpen elsikkad a nők szerepe ebbe a történelembe, holott legalább olyan fontos tényezői, mint a férfiak, és ezért gondoltam úgy, hogy igen, őket is a fénybe ki kell rakni. Tehát, hogy sok férfi mögött állt az erős nő, mint például a Gizella királyné, akiről csak azért tudunk keveset, mert a férfi történet írok, és ezt most nem rosszból mondom, nem szenteltek neki annyi figyelmet, mert más volt a cél. Igen, tehát volt a könyvnek egy ilyen célja is. Egyébként maga a feminista vonalt, ugye a társadalmi közbeszédben most nagyon ugye benne van. Egy picit egyébként ez egy negatív dolog is, mert sokszor túl tolnak olyan, vagy elnagyolnak olyan dolgokat, hogy nem az lesz a fontos, hogy tényleg mindenki objektíven megkapja a saját szerepét, hanem már itt a két véglet között mozgunk. Te hogy látod ezt a kérdést? Nekem bizonyos szempontból szerencsés helyzetem van ebből a könyvvel kapcsolatban, mert én nekem két lányom van, akik nagyon tudatosan élik meg a saját nőiességüket és a szerepüket a társadalomba, és velük nagyon sokat beszélgetünk ezekről a kérdésekről. Én egy klasszikus konzervatív családban nőttem fel, tehát bizonyos kérdésekre teljesen máshogy reflektáltam, azóta ez erőteljesen megváltozott, illetve nagyon sok olyan emberrel beszéltem a könyv kapcsán, aki benne van mondjuk a feminista mozgalmakba, sőt, igazán harcos feminista, olyanokkal is, akik teljesen máshogy gondolkodnak róla. Tehát a könyvnek egyébként az volt a célja, hogy ez most lehet, hogy nem annyira szép, ez nem egy feminista könyv, hanem az, hogy ezeket a hölgyeket, nőket bemutassa maga valóságba, és bemutassa azt, hogy nem csak a férfiak csinálhatnak dolgokat. A történelemben meg egész a napig, tehát bizonyos, nem csak bizonyos, hanem általában majdnem minden pozícióban a nők legalább ugyanolyan jól helyt tudnak állni, mint a férfiak. Egyébként ugye olyan nők is szerepelnek benne, akiknél nem jön számításba, hogy valamelyik férfi oldalán, és de ugye ott van Michelle Obama, ott van Hillary Clinton, hát ők egyébként két ex first lady, náluk, főleg a Michelle Obamát kérdezem, mert ugye a Hillary Clinton ő már úgymond saját maga révén a politikában is vállalt szerepet, de mondjuk a Michelle Obamáról mindenkinek szerintem az él a fejében, hogy ő végigvitte a 8 évet, a 2 ciklust a férje mellett, vannak szép gyerekeik, és csináltam, mint egy first lady-nek kell. Őt például hogy mutattad be? Tehát ez egy érdekes dolog, mert nagyon sokáig ezt megint a kutatásokból jöttem rá, hogy az Egyesült Államok first lady-ei azok legtöbbször biodíszletek voltak. Egy bizonyos darabig. Ez nagyjából azt mondhatom, hogy hát talán a Jackie Kennedy volt az első, aki nem így viselkedett, bár még ő is alapvetően biodíszlet volt, a kis Chanel kosztümjében, meg a megjelenésében, de mondjuk a Johnson elnök felesége, aki nem került bele a könyvbe, de a Nőkorszakban írtam róla, ő például egy nagyon komoly aktív politikai szerepet is vitt. Tehát onnétól kezdve azért voltak first lady-k, akik vittek aktívabb szerepet is, és a Michelle Obamának az, hogy ő egy first lady volt, az egy dolog. Tehát az lehetővé tette, hogy az ő képességeit és céljait jobban ki tudja, vagy lehetőség legyen megvalósítani. Tehát itt nem arról szól ez a portré, hogy Michelle Obama az x-edik elnök felesége volt, hanem az, hogy Michelle Obama mit csinált, mint Michelle Obama. De a Hillary Clinton esetében is ez volt a cél, csak hát a Hillary Clinton annyira politikus, hogy képtelenség róla mást írni, mint az, hogy politikus volt. Köszönöm szépen, Tibor, hogy eljöttél hozzá. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Jövő hétfőn találkozunk. Addig is iratkozzatok fel YouTube csatornánkra.